SZÁG egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Hölgyeim és uraim! Országjárásba kezd a Sajtóklub, hogy önökkel együtt elemezzük Magyarország és a nagyvilág híreit. Hét gyönyörű várost látogat meg Bayer Zsolt és csapata. Az első állomás a Budapesti Új Színház. Tartsanak velünk! Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a tévénézőket is, és még nagyobb szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket. Kicsit zavarban vagyunk, mert mindenki minket néz. Eddig ez ugye úgy szokott lenni, hogy bemegyünk egy stúdióba, ahol nincs senki, csak operatőrök. Nem vagyunk hozzászokva 300 fős nézőközönséghez. Igyekszünk felnőni a feladathoz, úgyhogy drága urak, vágjunk bele. Összeírtuk a témákat. Első témánk, nem is mondok semmit, hanem mutatom, gyerekek. Innen indulunk. Azt kéne megfejtenünk közösen, hogy ez most egy szürke farkas, vagy Bencsik örökbecsű kifejezésével, ez öreg néne őziké. Melyik ez? Andris, melyik? Hát a pillanatnyi helyzettől függ. Tehát ahogy Bona Gábort ismerjük, ez bármi lehet, és lehet mókus is, és még talán más állatfa is. Komolyra fordítva a szót, azt hiszem mindjárt megállapíthatjuk, hogy amire senki nem gondolt volna, hogy Bona Gábor olyan sebességgel változtatja az identitását. Én nem lepődnék meg, hogyha a gender mozgalom egyik harcosát is hamarosan köszönhetnénk benne, mert már minden volt, radikális, a Spinoza házba érzékeny, liberális, most éppen török, holnap után muszlim lesz, valószínűleg megismerkedik a sintóval és a buddhizmussal is, de ezen az úton, ezen a széles úton, hogyha halad az ember, el kell, hogy jusson a célba, ami nem más, mint a gender mennyország, amikor az emberek szabadon változtatják a nemüket, vagy éppenséggel nem is választanak maguknak identitást. A Bencsik engem provokál ezzel a genderrel. Nem tagadom. Ugyanis elhoztam csak ma estére és csak önöknek a nagy gender szótár itt van nálam. Azt hiszik viccelek, pedig nem. A 444.hu egy nagyon hosszú cikkben összefoglalta mindazon tudnivalót, amit ma gender szakon, például a CEUN oktatnak diákoknak. Úgyhogy most időről időre ma este föl fogok olvasni a nagy gender szótárból fontos tudnivalókat. Ha valakit érdekel, utána nyugodtan keressen meg. Odaadom. Ha ezt megtanulják kívülről, nagy doktorit is tudnak szerezni. És ha már akkor, ha Vona egyszer rátalál a gender identitására, akkor rögtön az első szerintem, amiben bele fog szeretni, mondom a nagy gender szótárból, tehát genderbender. Ez nem a farkas-barkas, ez a genderbender. Aki keveri a társadalmilag leginkább elfogadott bináris gender, vagyis a férfi és női nemi jegyeket úgy öltözködésében és kinézetében, mint viselkedésében. Ez a genderbender. Vagy a vonabona. De visszatérve az őzikére. Nagyon fontos fogalom, majd nyilván eljutunk odáig, csak az ABC-ben egy kicsit lejjebb következik, a transzszexualitás. Tehát amit te mutattál, az egy olyan őzike, aki szürke farkasnak képzeli. És ebben az a jó, hogy a svéd gyerekeknek van egy ilyen mese.
Tehát ne tévedjünk, megint azt hiszik, hogy itt elrugaszkodtunk a valóságtól. Nem. Svédországban a gyerekek ma azt nézik esti meseként, hogy van egy ló. Van egy transzszexuális férfi, aki nővé operáltatta magát. Igen. Együtt él egy lóval, amelyik kutyának képzeli magát. Na ez. Ez ma egy svéd gyerekmese. Azért lássuk be, a világ tényleg megérett a pusztulásra, de térjünk vissza vonához. Nézek Szentesire szerelmes szemekkel. Zsolt, ennyi ember előtt? Szóval, ugye az elmúlt napokban hozzászoktunk, hogy napról napra jön valami Gábor törökországi turnéjáról, hol Allakobba szeret bele, hol a szürke farkasokba, aztán letagadja, aztán megmagyarázzák. Ma is érkezett friss hír, ma éppen azt taglalja valamelyik török egyetemen, hogy ha majd eljön a nagy pillanat és ő lesz a miniszterelnök, akkor ki fogja vezetni azonnal, kilépteti Magyarországot az Európai Unióból, és Törökországgal szövetségben fog valamit csinálni, mert a turáni népeknek nagy küldetése van. Mi is ez a küldetés? Hát röviden úgy lehet összefoglalni, ez a küldetés az, hogy a turáni népek nagy családjából az indul az ember, és megérkezik a Spinoza házba. Kétségtelen a keletkutatás érdekes műfaja mind a kettő. De ami konkrétan ezt az urat illeti, és milyen érdekes, hogy politikai ellenlábasaink mindig azzal vádolnak meg bennünket, hogy beszélgetéseink 40. másodpercében Soros György nevét előhozzuk. Azt figyeltem, hogy az 50. másodpercben Vona Gábor neve már előbukkan, de tényleg néha követhetetlen, tehát a cikázásai miatt, nem csak a kampányidőszak miatt, hanem egyébként is figyelemre méltó, mert azért idézzük fel, hölgyeim és uram, együtt egy kicsit ennek néhány állomását ennek az életútnak. Talán ismerik Nagy Ervin nevét, aki gyermekkori barátja a Jobbik pártelnökének, és ő már gyermekkorban megfigyelte, hogy olyan egyéniségről van szó, aki a divat irányzatokkal és a ruhadivattal és a zene irányzatokkal együtt haladt. Tehát szerintem a mi fiatalkorunkban, még a Zsolt fiatalkorában is, voltak a rockzenét kedvelők és a Digó néven emlegetett Popper, Digó. Popperek, Digók, nem egy beszélő viszonyban nem voltunk, hanem kifejezett ellenségeskedés hatott a viszonyunkat. Most a Vona Gábor ehhez képest, Ervin elmondása szerint, hétfő még Digó tudott lenni, kedden csöves, és akkor szerdán meg mondjuk síita imám. Tehát, hogy ezek az életrajzi elemek, ezek tényleg tetten életőknál is tréfát férek téve, ami most már a komolyabb részét illeti, abban azt hiszem, hogy közmegegyezés van a nemzet gondolkodó részében, hogy nem tehetjük a nemzet és az ország sorsát, jövőjét egy olyan embernek, aki a hitét az alsó nadrágjához hasonlóan váltogatja ötletszerűen. Úgyhogy arra kérem önöket is, hogy vigyék el ezt a hírt. A 40. másodpercig Soros Györgyről nem, de az 50. másodpercig Vona Gáborról már beszélt. Mindjárt ugrunk is tovább, csak ha már a rockerek és a popperek szóba kerültek, akkor hagyosszam meg önökkel azt a titkot. 14 éves koromban mentem gimnáziumba, ezzel más is így volt. Nem mindig. Ellenben nem sokkal később volt a hajógyári szigeten az a bizonyos Fekete Bárányok koncert, ha még emlékeznek rá, korosztályon biztos, amikor ugye egymás után lépett fel a Hobó, a P-mobil és a Beatrice. Na, én ilyen siheder kölökként megjelentem ezen a koncerten, osztálytársammal, pattársammal és legkedvesebb barátaim egyikével, egy bizonyos Semjén Zsolttal. Ha akkor láttak volna minket, Isten, ilyen néztünk ki. Egyszer összefutottam reggel az édesapámmal az előszobába. Én iskolába mentem, ő valószínűleg dolgozni. Érdeklődése rám nézett, ilyen válligérő hajam volt, olyan bőrcsekim, amit nem is tudom honnan szereztem, de még Troppauer Hümér se vette volna föl. Olyan csőnadrágot hordtam, hogy azért kellett fél órával hamarabb fölkeljek, hogy a bokámon átrángassam. Ehhez egy western csizma, szimatszatyor, és természetesen az elmaradhatatlan ricsekendő.
Apámmal összefutottunk, érdeklődésen rám nézett, és azt mondta, hogy kisfiam, megtennél egy szívességet? Mondtam, persze, papa. Szerinte, ameddig így nézel ki, ne gyere haza. Na, és a semjén pont ugyanígy nézett ki, és akkor így együtt elhaladtunk a Fekete Bárányok koncertre, ahol életemben először megittam fél deci rumot. Meg gondoltam, hogy én már vagyok annyira nagy fiú, hogy bedobok egy felest. Megittam fél deci rumot, és itt el is vesztettem az eszméletemet. Nekem a Fekete Bárányok koncert, tehát annyira emlékszem, hogy följött Nagy Feru a színpadra, a következő emlékem, hogy egy pocsolyában alszom, és nem tudom, hogy kerültem haza. Viszont nem tudtam kinyitni soha többet az ajtót, mert a kulcsot nem találtam, mert a kulcslyukat. Úgyhogy apám megint kijött, és életem utolsó irgalmatlan pofonját akkor kaptam édesapámtól. Ma már lecsuknák börtönbe ezért. Szerintem tök helyes volt, hogy fölpofozott. No, ennyit a rockerekről. Ugorjunk, legyünk aktuálisak. Ugye a mai napon a magyar miniszterelnök Bécsbe látogatott, és találkozott az osztrák kancellárral, Kurzzal. Külön érdekes megfigyelni, hogy ez a hazai ellenzéki sajtóban hogy lett fölépítve ez a látogatás. Például a 444, a nagy kedvenceim úgy vezették be még tegnap, hogy Orbán Bécsbe megy, ha már Kurz nem jön hozzá. Tehát ugye nem tudták feldolgozni a tényt, hogy az osztrák kancellár legelső külföldi kormányfőként a magyar miniszterelnököt hívta meg, mivel ebben nem nagyon tudtak fogást találni, ezért kitalálták, hogy az lett volna az igazi, hogyha a Kurz jön ide. Első pont. Kettes pont, biztos látták. Azon rugóztak az elmúlt 24 órában, hogy Orbán külön jegyet vett a hátizsákjának. Ugye? Most vonattal ment, ebbe is kicsit nehéz belekötni, hogy nem egy anyahajóval ment a Dunán, nem is tengeralattjáróval, sőt nem is repülőgéppel, fölült a vonatra, azt elment. Na, most a hátizsák volt a probléma. Úgyhogy innen indulván, hogy ezt nem tudták megmagyarázni, fussunk már egy kört az ügyben, hogy egyébként ennek a látogatásnak mi volt az igazi jelentősége. Ottó bácsi. Ugye most, ha az ellenzéki sajtó reagálásából indul, vagy megyünk tovább ezen a nyomvonalon, akkor kiállt, vagy három hülye gyerek ilyen sárga overallba, és ilyen hordókat egymásra rakosgatva az ellen tüntetett, hogy Magyarországon atomerőművet akar építeni a gazdiktátor. De hát az érdeklődés az körülbelül pontosan akkora volt, mint amennyit ér egy ilyen felhajtás. Ehhez képest a két vezető politikusnak a találkozójának a lényege, ami szerintem mindannyiunk számára elképesztően fontos, az, hogy nem először, és reményeim szerint most már nemhogy nem utoljára, hanem egyre többször fog ez majd elhangozni, de kimondatott ismét, hogy a migrációt azt meg kell állítani, a Európa határait meg kell védeni, és mindazokat, akik illegálisan idejöttek, azokat pedig segíteni kell abban, hogy minél előbb haza tudjanak térni. Azt gondolom, hogy Közép-Európa számára ez ennél fontosabb nem történhetett. Ha azt nézzük, hogy a magyar társadalom ezer szállal kötődik Ausztriához, a magyar gazdaság úgy szintén, Ausztria az tulajdonképpen csak egy állomás Németország felé haladva, Németország azon része felé haladva, ami még normális, ami ilyen gender izékkel még nincs elhűítve. Nem fogja abba adni egész este ezt a gender. A velük való kapcsolata ennek az országnak létkérdés. És én azt gondolom, hogy világosan, kitapinthatóan érzik a magyar politikában, a magyar miniszterelnök külpolitikájában és mozgásában az a szándék, hogy a V4-ek,
Ausztria és Németország között kiépítsen egy olyan kapcsolatot, rossz szó is, hogy kiépítsen, hiszen megvan, csak ezt olyan módon dúcolja alá, hogy ez az elképesztő politikai vihar, amit söpör végig a világon, hogy kiáll az ENSZ főtitkár és elmondja azt a idióta, kretén, elmebeteg dumát, hogy micsoda nagyszerű dolog a migráció, és ezt mindenütt támogatni és pártolni kell. Ezzel szemben kiállt most Európa két vezetője, akik szerintem egyre nagyobb szerepet fognak betölteni a közeljövőben, és kimondták ennek az ellenkezőjét. Világosan, mint a eposzban, a seregszemlében, fölállt a két sereg, és most már csak meg kell vívni a harcot, és hogyha eléggé ügyesek vagyunk, lelkesek vagyunk, odafigyelünk majd április 9-én is, akkor nagy valószínűséggel ezt a 8-án, bocsánat. 9-én, mint szerintem itt nagyon sokan, de a lényeg az az, hogy ha ott észnél leszünk, akkor ez a harc megnyerhető, akkor mindazok, akik megpróbálták Európán kezdve, de hát jól látszik, akkor ezek szerint az egész világon tönkretenni, elpusztítani a nemzetállamokat, és valami világkormányzást kialakítva, valami elképesztő világot a földre kialakítani, ezek fognak veszíteni. Én ebben nagyon hiszek, én ezért nagy lelkesedéssel harcolom itt is, most is, bárhol, ahová csak megyünk még majd. Arra kérem önöket is, hogy ebbe vegyenek részt, mert jól látszik, hogy van értelme, hiszen gondoltuk volna még 2-3 évvel ezelőtt, amikor Orbán Viktort a Európai Parlamentben vegzálták egyébként ugyanazokkal a baromságokkal, mint mostanság, hogy azt fogjuk mondani pár év múlva, hogy kezd megjönni Európa országainak az esze, és ma már olyan mondatok hangoznak el, hogy Svédországtól kezdve Olaszországon át nagyon sok felé, hogy bárcsak nekünk is olyan miniszterelnökünk lenne, mint Orbán Viktor. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a találkozónak ez volt a lényege, és mondhatnak bármit arról, hogy persze, de Ausztria az mégiscsak megtámadta Paks 2-t, és nem csatlakozik a V4-ekhez. Nem is kell. Ennyi Milyen elég, is. Amennyi most kettőjük között elhangzott, ezen lehet menni tovább. Szeretném nyomatékosan felhívni a... tanult kollégáim figyelmét, hogy 3 percnél többet csak a műsorvezető beszélhet egyszer. Egyes pont, kettes pont. A kretén szót csak én használom. És akkor nézzük tovább, te már utaltál rá, Otto, de ugye megint csak az volt a magyar sajtóban a felvezetése a mai találkozónak, hogy így szólt a cím, kényes vagy kemény kérdésekkel várják Bécsben Orbánt. Na nézzük ezeket a kemény kérdéseket. Kemény kérdés, hadd mondjak el én is. Ez egy mai hír a 888-ról, hogy miniszterelnökünk találkozott Sömbron bíborosan az osztrák katolikus egyház fejével, aki valószínűleg vagy nem rajongója Vona Gábornak, vagy lehetséges, hogy nem is hallott róla, ami nagy hiba tőle, mert azt mondta ugyanis, hogy figyelmeztetni kell az embereket a tömeges muszlim bevándorlás rettetes veszélyeire, és biztatni kell európaiakat arra, hogy tartsák meg a kontinensen a keresztény örökséget. Hát itt azt hiszem, hogy Vona Gábor most fölsírt, amikor ezt a hírt olvasta, hogy ezért dolgoztam évtizedek óta, már az őzikék itt vannak a kertek alatt, és a szürke farkasok, és akkor az egészet ez a osztrák katolikus vezető tönkreteszi. De ha túlli bennünk ezen a fájdalmas momentumon, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez azért nagyon fontos, mert ezek szerint Ausztriában a mély réteg is mellettünk áll. Tehát az, hogy az osztrák katolikus egyház nyíltan kimondja egy ilyen államfői találkozó kapcsán, ugye a protokoll szerint ő is szerepelt valamelyik
stádiumban, hogy meg kell állítani a muszlimokat, Európának vissza kell térni a keresztény gyökerekhez, ennek nem csak vallás, ennek stratégiai jelentősége is van. Tegyem hozzá, és nem tudom, hogy ezt most a Zsolt ehhez mit szól, hogy hát a bíboros úr azonban elítélt az azonos neműek házasságát is. Tehát ez a gender vonalon, ez... Durva. Igen, igen. És azt mondta, hogy szerinte a teremtés rendjének vissza kell majd térnie. Akkor ez hó. Ebbe... Ő mondta, ide van írva. Belekapaszkodok, mint egy erős kötélzetbe, a bíboros úr kijelentésébe, hogy megismertessek önökkel egy másik szócikket a nagy gender szótárból, ami így szól. Kijelölt nem. Designated sex at birth. Az, amit születéskor az orvos vagy a bába az elsődleges nemi jegyek vizsgálata alapján megállapít. Gender tudatos közösségekben ez maga az eredendő bűn, mivel ráerőlteti a bináris férfi-nő nemiség kulturális koncepcióját egy olyan személyre, akinek még nincs kialakult szexuális önidentitása. Na, ugye néhány évtizeddel ezelőtt az ilyeneket kedvesen karonfogták és elvitték egy kastélyba, amelyet ápolt park vett körül. Minden nagyon elegáns volt, viszont rács volt az ablakon. Ma ezek egyetemi katedrán azt mondják, hogy amikor megszületünk, és az orvos eléggé el nem ítélhető módon megnézi a fütyinket, a másikat ki sem merem mondani, és ezen felületes ismerettség alapján egyszerűen csak így kijelenti, hogy ez fiú, ez meg lány, ezzel egyszerűen hát maga a középkorba mentünk vissza. És ezt csak azért gondoltam, hogy itt helye van ennek a pillanatnak, mert ha már az osztrák bíboros maga olyasmiről beszél, hogy itten a homokosok házasságát elítéli, meg hogy vissza kéne térni az isteni rendhez, hát mondjam tovább? Nem mondom. Maradjunk még az osztrák látogatásnál, igen. Laci. Köszönöm. Mi így vagyunk a Lacival, hogy Laci. Nem látom jól a sorokat, a feleségem megérkezett hozzá? Ennyi mit van? Eredetően én ültem volna, de szerencsére elültettek. Szóval. Hölgyeim és uraim, szívesen beszélek az osztrák helyzetről, de úgy érzem kivesészül. Viszont ajánlok önöknek egy időutazást, hogy hallgattam Zsolt barátomat. Eszembe jutott egy képzeletbeli helyzet. 2090-ben járunk a brüsszeli kalifátus területén, ahol a brüsszeli kádi kihallgatást tart, és egy flamand genderbarátok országos egyesületének... Inkább vallon. Legyen vallon? Elnézést kérek a jelenlévő flamandoktól. Tehát el fogja mondani. Azt hittem nem meri elmondani. Nekem már elmondta takarásba, azt hittem nem meri elmondani. Egy szelídített változatot fogok elmondani. Tehát a lényeg az, hogy a brüsszeli kádi beszélget a helyi genderológussal, és a gender őrült, vidáman, önfeledten azt mondja, hogy üdvözlöm, Kádi. A nevem X/Z 3GER 8. Én vagyok a kapcsolatunkban a 2-es számú szülő. Van 2 gyermekünk, bár ez a gyermek, ez olyan ósdi. Vannak utódaink, ne kérdezze, hogy jöttek a világra. És szeretném önnek elújságolni, hogy végeztünk a régi Európával. Itt mindenki le van mészárolva. Közép-Európában kezdtük egy publicistával, a neve most nem jut eszembe. És önt hogy hívják? A Kádi pattogtatja az ujját, és azt mondja, a nevem egyszerűen a Buhasszán. És hallgatom. Szóval, folytatja a gender, őrült, végeztünk a régi európaiakkal, és szeretném benyújtani a számlát. 18 pontot megfogalmaztuk, hogy hány gender kedvezményt gondoltunk. Na, szóval komolyra fordítva a szót, ennek a párbeszédnek a vége,
túl a tréfán csak egyetlen egy dolog lehet. Azok, akik a hadat üzentek a régi Európának, és először értéktelenítették az értékeinket, majd életvitelünkben és gondolatokban is megtámadtak bennünket. Most pedig az őrület odáig fokozódott, hogy szó szerint, ha a nagyapám itt lehetne közöttünk, nem ismerne arra a közbeszédre, ami például Nyugat-Európában folyik, egy teljesen más világ jött létre. Az erjedés ott alig, hanem lassabb volt, és nekünk nem volt erről tudomásunk. Mi azt hittük 90-ben, hogy hamarosan egy Ausztria küllembű és beltartalmú ország leszünk. Szóval amerre a világ halad, és ami történni fog, abban, ami vár ránk, az egy tisztító erejű vihar vagy tűz lehet, de az ő tévedésük abban van, hogy ez nem csak a régi Európát fogja eltüntetni, hanem őket is. A dolgok természeténél fogva, mert a természet, ugyanúgy a társadalom, ugyanúgy, mint a természet, a harmóniát keresi. Ideig, óráig felülkerekednek, eretnek gondolatok, ideig, óráig győzni látszik a sötétség, de miután a férfi-nő kapcsolatnál, a családnál és a gyereknevelésnél jobb receptet a neandervölgy óta nem kaptunk, ezért előbb-utóbb ez helyre fog billenni. Egy olyan korszakban élünk, ahol ez egyáltalán disputa tárgya, történni fog valami fortyog a mélyben, lehet, hogy mi tudunk majd megújulni a romokon, de egészen biztos, hogy a történet végig a normalitás, és ez egy jó hír. Úgyhogy kezeljük ezeket a dolgokat értékén, kezeljük egy halódó világ utolsó tüneteiként, és lehetőleg vonjuk ki ebből a magunkat, és legyünk régi emberek, és legyünk a régi Európa hívei. Addig is, amíg a tisztító tűz majd elsöpri őket, nagy megbecsüléssel fogadjuk el, az elbetűből csak egyet felolvasok, átvezetésként a következő témához. Tehát elbetűnél tartunk a nagy gender szótárban, LGBTQPIA, illetve ennek bármilyen kombinációja. Kezdetben voltak a homoszexuálisok, akikből idővel melegek, leszbikusok, biszexuálisak és transzok lettek, majd a gender szótár robbanásszerű fejlődésével a fogalmat egyre több kifejezéssel bővítették, hogy lehetőleg minél inkluzívabb legyen. A leginkluzívabb verzió minden bizonnyal a szótár összes szavának kezdő betűit összeolvasva jön ki. Amikor az ember elolvas egy ilyet, akkor mélyen őszintén felsóhajt, hogy édes Istenem, hol vannak már ami derék, régi, jól ismert, konzervatív homokosaink, nem? Hová lettek a régi szép idők? No, addig is, ameddig a tisztító tűz majd kisöpri Európát, mert egyébként tényleg kifogja, addig is szerintem egy kisebb tisztító tűznek most majd legközelebb Hódmezővásárhelyt kell kisöpörnie, ahol ugye van egy összellenzéki jelölt, gyorsan keresd elő az okostelefonodon a nevét, mert elfelejtettem. Márki Zaj Péter, aki most megint frissek leszünk és aktuálisak, alig 24 órával ezelőtt ötödször is mélységesen lebukott. És hogy megelőlegezzem a mondandót, szóval azért milyen polgármester lenne az, aki azzal kezdi saját jelöltségét, hogy mindjárt kettő orbitálisat hazudik. Aztán állandóan lebukik, és mégis ragaszkodik hozzá. Mi is történt ma, drágáim? Ajaj. Ugye kiderült, hogy ő eddig azt hirdette magáról, hogy azért rúgták ki az állásából, mert merészelt a kormánypárti jelölttel szemben indulni ezen a választáson. Aztán volt valami lakossági fórum, ahol megjelent egy olyan valaki, aki ismerte az igazi sztorit, és rákérdezett, hogy akkor ez hogy is volt ez a kirúgás. És szót követett, elkezdtek egymással vitatkozni, és a vita hevében ez az űrge megfeledkezvén magáról azt mondta, hogy és igaza van, mert hogyha nem rúgtak volna ki, nem is indultam volna. Föl van véve. Hirtelen
szóban szokott hangfennakat lehelet megszegik, és itt nem értette senki, hogy akkor mi van. De én emlékeztetnék arra, hogy minden mindennel összefügg, és jössz te még az én utcámba, mert holnap én mondom meg, hány sort írsz, és milyen szavakat használsz. Hogyha túllépném a 3 percet, bocsánat, de azt azért el kell mondanom, hogy ugye ez az a jelölt, aki neki ment a helyi plébánosnak is. Mégpedig azért, mert a helyi plébános politizálni merészelt a templomban, és mit ad Isten, nem őt támogatta, hanem a kormánypárti jelöltet. És Magyarországon úgy néz ki, hogy kezd egy furcsa szokás kialakulni, ez egészen a katolikus püspöki karig nyomon követhető. Kormánypárti politika és politikus mellett tilos kampányolni egyházi személyiségnek, különösen tilos a templomban, ellenben ellenzéki politika mellett már, mint hogy jöjjön minél több migráns, és azokat fogadjuk be, mert az az igazi, az a keresztényi, úgy kell szolidárisnak lenni, úgy kell kifejezni a bennünk lévő szeretetet, hogy jöjjenek ide minél többen, hagyj legyünk szép, színes, nyitott társadalom, ezt bátran el lehet mondani püspöknek is, és akár a templomban is. Na most, akik ezzel nem értenek egyet, azok ugyebár ezt a dolgot így össze tudják kapcsolni. Gendert, egyház megtámadását, Laci már utalt rá a család megtámadását, mert ugye mire megy ki ez az egész játék? Miért poénkodunk mi ezen a gender dolgon? Ha nincs fiú és lány, nincs teremtés. Ha nincs fiú és lány, nincs család. Ha nincsen család, akkor nincsen haza, nincsen nemzet. És ezeknek csak ez számít. És bárhová nyúlunk, ma este is, vagy bármikor, mindig azzal fogunk találkozni, hogy van egy elmeháborodott banda szerte a világon, amelyiknek kitűzött célja, hogy mindezt az egészet, ami nekünk szent, és amiben hiszünk, és ami a életünket meghatározza, ezt tönkre tegye. Ezt eltakarítsa az útból, mert így a baromságaik nem tudnak igazán jó tempóban fejlődni, és ők valami miatt elhitették magukkal, és van néhány milliárdos a világban, aki még lóvét is ad hozzá, meg adja alájuk a lovat, hogy az lesz majd az igazi gazdasági fölvirágzás, hogyha összekeverednek szerte a világon a népek, nem lesznek nemzetek, nem lesznek nemzeti kormányok, hanem majd a szent tőke, vagy én nem tudom minek fogják nevezni, az majd eligazgatja a világot, ezek szerint az alapelvek szerint. Na ez a, ennek a dolognak a jelöltje Hódmezővásárhelyen ez a kimondhatatlan nevű valaki is, aki ráadásul sunyi is, mert beépült a közénk. Tehát ő ennek az egyház községnek, amelynek papját egyébként teli szája a szidja, ez ott a világi elnöke annak a közösségnek. És tulajdonképpen ő volt az, aki először politizálta templomba, és nem fordítva, még ráadásul. Nem tudom, említettem-e már a mai estén, hogy a műsorvezetőn kívül senki nem beszélhet 3 percnél hosszabban. Ha nem, akkor ezt most figyelmeztetésképpen mondom. Két tanult kollégámhoz fordulok, egyébként teljesen komolyan, mert fussunk még egy kört itt, hogy most akkor politizálhat-e egy pap, vagy nem politizálhat, mert ez ennél a Zay Péternél lényegesen fontosabb és mélyebb kérdés. Egyébként pedig rosszul tudod, kedves Otto, ugyanis a Hódmezővásárhelyi plébános nem a templomban mise közben politizált, hanem utána, hogy jöttek ki a templomból és körbevették a hívei, ott beszélt politikai kérdésekről. Ez a következő 3 percem rovására mondom el, hogy ő viszont... Megölöm. Ő viszont azt állítja, hogy nem, mert még nem hangzott el az a mondat, hogy a szentmise véget ért, menjetek békével, még előtte mondta el a politikai vitálást. Na akkor én is hadd mondjak valamit. Én szerintem akár katolikus pap, akár református vagy evangélikus tiszteletes, egy papi személynek a rábízott gyülekezet előtt nem csak joga, hanem kötelessége is figyelmeztetni az embereket az őket fenyegető veszélyre. Mert az igaz ugyan, hogy a templomban az emberek imádkozni járnak, de hát végül is éljük a magunk hétköznapi életét, és nagyon fontos a pap
iránymutatása, ami ugye alapvetően az isteni törvényeket vezetjük le az emberi törvényekig, illetve inkább talán az erkölcsrendig. Tehát ha egy pap azt mondja, ahogy azt mondja az osztrák katolikus egyház feje, hogy a muszlimok fenyegetést jelentenek, és vissza kell térni a keretény gyökerekedés, nem szabad beengedni a muszlim migránsokat, mert tönkretesznek minket, és egy papban van annyi bátorság, hogy kiáll a hívekkel, és azt mondja, hogy nagyon gondoljátok meg, hogy kire szavaztok, mert az egyik erő azt képviseli, hogy tűzön, vizen át megvédelmez benneteket, maradhattok azok, akik vagytok. A másik ellenben eladja magát bárkinek, mert semmi más nem érdekli, csak az, hogy Istennek hála tele van a kamra, van pénz a kasszába, tehát lehet rabolni. Ezért mindenkivel lepaktál, hogy csak neki jó legyen. Én szerintem, ha egy pap ezt elmondja a nyilvánosság előtt, akkor, ha szabad így fogalmaznom, Istennek tetsző cselekedetet tesz. Akinek meg nem tetszik, annak meg őszintén szóval nem nagyon érdekel, ne kelljen, hogy érdekelje minket a véleménye. A másik észrevételem pedig az, hogy érzékelhető, amikor olvasod ezt a gender-bender lexikont, ez ötlött föl bennem, hogy miről is van szó. Idézzük magunk elé az egri csillagokat. Ott van Eger vára, ott vannak lent a törökök, muszlimok, itt vannak bent a várvédők, keresztények, magyarok, keresztények. Képzeljük el, hogy egy időugrással a várvédők között megjelennek a mai liberósok, balosok, és fölszabadítják őket. Tehát nem kell vallásról beszélni. A hitnek a templomban a helye. Itt a hétköznapi élet van, jönnek ugye az őzikék, meg a szürke farkasok, és a szürke őzikék, és mindenféle állatfaj jön. Jön Jumurdzsák, aki egy jó ember, Vona Gábor régi barátja, és gyerekek, megbolondultatok, és egyszer csak azt veszük észre, hogy oly mértékben demoralizálódik az a közösség, amit várvédőknek hittünk, ezek azt mondják, hogy hát hülyék lennénk mi. Még meg is hallhatok, hogyha én kiállok oda a várfalra. Ugyan már nem foglalkozom vele, és a következménye az, ellentétben az ostromlókkal, akiknek kőkemény, fehér-fekete identitásuk van, mert Allah adta nekik a törvényeket, és attól nem lehet eltérni, és egy mindenkiért és mindenki egyért, és ez az erő elsöpri a megosztott társadalmat. Úgyhogy én azt kell, hogy mondjam, összegezve ez a hódmezővásárhelyi plébános az egyik legbátrabb magyar ember volt, akit csak szeretettel és tisztelettel emlegethetünk. Azt javaslom, hogy először vizsgáljuk meg ezt a kijelentést, a papok ne politizáljanak. Ez a mondat a legprolibb mondat, ami velünk maradt a Kádár korszakból. Ha egy pap nem politizálhat, akkor egy hideg burkoló politizálhat? Egy orosz tanár politizálhat? Egy publicista politizálhat? Azok az emberek, akik az egyházakat tönkretették Magyarországon, és a fiaik, az unokáik hatalmi helyzetben voltak évtizedig fölöttünk, mellettünk, ezek az emberek, akik templomnak a környékére soha nem mentek, ők próbálják nekünk megmondani, hogy mi a keresztény erkölcs. Ők próbálnak nekünk arról beszélni, hogy hogyan kellene gondolkodnunk közösen az egyházakról. Hát itt, aki élt és mozgott, az vagy recsken találta magát, vagy 56-ban elmenekült, vagy meghúzódott a Kádár korszakban, és próbált túlélni egy olyan társadalomban, ahol még 84-ben sem látszott garancia arra, hogy ennek valaha vége lesz ennek az egésznek. Tehát ez az első dolog. Miért ne politizálhatna egy pap? Én azok közé tartozom, és Andrással tökéletesen egyetértek, csak kiegészítem, azt én sem tartom szerencsésnek, ha valaki azt mondja egy szentmisén vagy egy istentiszteleten, hogy jó napot kívánok, szavazzanak a Fidesz-KDNP-re. Vagy ha annyira elvetemült, akkor azt mondja, én az LMP-nél jobbat nem találtam. De én azt hiszem, hogy egy ilyen jelenséggel találkozunk, akkor joggal jelezhetjük, mi reformátusok a presbitériumnak, katolikus testvéreink közvetlenül a papnak, hogy azért ez kicsit elvetette a súlyukat, nem ez a feladata. De hölgyeim és uraim,
Nekem egészen... tetszenek különben. Az LMP? Hogy nem, ha azt mondaná, hogy szabadatok, akik nekem tetszenek. Jó, de tehát én úgy érzem, hogy én úgy gondolom, nem hogy... Nem vagyunk nézet azonossak, e momentumban. Semmi gond, amiről viszont beszélni szeretnék, igen. Én az ízlé, nem, nekem az ízlésem ellen való, de amiről szeretnék beszélni, ami fontosabb véleményem szerint, az, hogy van egy mélyebb, és hogyha úgy tetszik, sokkal lényegesebb üzenet a papok politizálásában. Mert az, hölgyeim és uraim, hogy a Fidesz-KDNP-re, az LMP-re vagy a Jobbikra kell szavazni, az a jelennek és a közeljövőnek mutatott iránymutatás. Én a papok politizálásában azt érem tetten, amikor például két püspök kiáll, és egy ENSZ kampányban arra szólítja fel a magyar társadalmat, hogy nyújtson kezet mindenkinek, aki röszkénél erőszakkal, kővel és fegyverrel talán beront ebbe az országba. És hogy ezeket az embereket mi, önök és mi itt az asztalnál, kézenfogva vezessük be a családunk körébe, fürdessük meg őket, és mostantól azt mondom a feleségednek, kicsi, mostantól négyen leszünk. Vagy nem tudom, hogy kéne csinálni. Na ez a papok politizálásán, ahogy most erről beszélünk, és talán észrevették, vagy tudják, hogy Ber Miklósról és Fabinyi Tamásról beszéltem, hogyha valaki ezt teszi, akkor az én szememben, az én értékítéletem szerint ez is politizálás. Csak egy nagyon-nagyon ártalmas fajtája, egy rendkívül hosszú távon egy olyan állásfoglalás, ami meggyőződésem szerint a nemzeti érdekek ellen való. Tehát csak azért mondtam ezt, mert szerintem mértéket kellene tartani. Kisebb problémának érzem, és lehet, hogy nem is probléma, ha valaki választ egy pártot, és megosztja a gyülekezettel ezt a véleményét. De nagyon nagy bűnnek és nagyon nagy problémának tartom, ha valaki a politika örve alatt, ki nem mondva, az egyházi hatalmával, tekintélyével visszaélve arra inti a gyülekezete tagjait, hogy tegyenek maguk ellen. Szóval erről is beszélni kell, úgy gondolom. No. Operatőr kollega jelezte az imént, hogy 5 perc van, azóta minimum 1 elment. De ez természetesen a televíziós felvételre vonatkozik, mi aztán maradhatunk, de akkor ezt a témát lecsengetvén. Ha egy pap nem politizálhat, akkor most csak gondoljunk nagy hirtelen. Lőrinc papra, Dózsa György mellől, Vincenti József bíborosra, Márton Áronra, Erdély püspökére, vagy mondjuk arra az Apor Vilmosra, aki a templomba törő szovjet katonák elől a testével védte az ott menedéket kérő asszonyokat és lányokat. Ezek a papok mind politizáltak. Aztán persze meg is lett a jutalmuk a kommunistáktól. Szóval a legtökéletesebb mondat, ami elhangzott, az úgy szólt, hogy az, hogy egy pap ne politizáljon, az a legsötétebb kádári proliság, ami itt maradt a nyakunkon. Soha ne higgyenek el ebből egy megveszekedett, büdös szót sem. És hogyha ezt így sikerült nagyjából tisztába tennünk, akkor tényleg csak annyi a hátralevő műsoridőben a feladat talán, hogy most először ennek az országjáró nyilvános közönség előtt zajló sajtóklubnak a végén újra elmondjam, és majd még sokszor el fogom mondani, hogy ne higgyék el, kérem szépen, hogy megnyertük a választást. Jó? Ne higgyék el. Minden jel arra utal, hogy megnyertük, de ha elhisszük, hogy megnyertük, akkor akár el is veszíthetjük. És akkor nagyjából mindennek vége is lesz. Akkor majd jön a papok ne politizáljanak világa, meg jön az a világ, ami, csak hogy még egy példát hozzak, hogy ezek micsoda alakok, meg hányféle mércéjük van. Éppen most ma utána néztem, ugye Gyurcsány miniszterelnökként 2004-ben ment ki a Vatikánba, még II. János Pál volt a pápa, és pont úgy viselkedett 2004-ben a pápánál, mint azok, akik szoktak bérmálkozni. Kiment oda, mint elefánt a porcelánboltba, igazi büdös bunkó proliként, megcselekedte mindazt, amit megcselekedett, neki ment a pápának így face to face, hogy itten a
magyar katolikus egyház túl sok iskolát akar működtetni, meg túl sokat követel, és az azt követő Balos-Lipsi újságcikkek, amelyek mind Gyurcsányt védték, hogy milyen nagyszerűen és tökösen viselkedett a Vatikánban, ráadásul mindegyik megírta azt a mondatot, hogy vérlázító és felháborító, hogy az egyházi iskolájukért tüntetők kiskorú gyerekeket visznek ki az utcára. Vérlázító és felháborító. Na akkor most nézzenek körül, hogy kik tüntetnek azért, nem az iskolájukért, hanem azért, hogy megbukjon a kormány. Egyes papok politizálhatnak, egyesek nem. Egyes kiskorú diákok tüntethetnek, egyesek nem. Na kérem szépen, coki, hogy egy ismerős kifejezéssel éljek, és akkor nem is ragadtattam el magam nagyon. Köszönjük szépen! Az országjárás következő állomása a hűségvárosa Sopron. Tartsanak velünk két hét múlva is. A helyszíni felvételre jelentkezni a www.ecoclub.hu weboldalon lehet.